Következő vendégünk a stúdióban, Sebestyén Tamás, többszörös fekvenyomó magyar bajnok. Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket én is. Egy elég érdekes téma az, amiről ma fogunk beszélgetni, ugyanis a te életedben a sport nagyon meghatározó szerepet tölt be, méghozzá a sportnak egy elég érdekes ágával foglalkozol, ez ugye a fekvenyomás, de hogyan jött ez a te életedbe, és mikor kezdted el ezt az ágat űzni? Hú, hát ez egy elég hosszú történet. Édesapám 1995-ben alapított egy konditermet is a Szegen, az akkori polgármester asszonynak a felkérésére, és én akkor 15 évesen elkezdtem edzeni, megfogtam a súlyt, azóta nem tudom elengedni, és 17 évesen, 1997-ben elkezdtem versenyezni, mint fekvenyomó. Az erőemelő sportágon belül ez egy szakág. Van olyan, hogy fekvenyomás, guggolás, felhúzás, vagy van csak a fekvenyomó szakág, ebben elkezdtem versenyezni. Az első versenyeimtől fogva már kiemelt tehetség voltam, tehát jól mentek a versenyek, és csináltam. Milyen versenyeid voltak a legelején? Hogyan kezdted el egyáltalán a versenyzést? Milyen fokozatok voltak, amikor is te magyar bajnokká váltál? Hiszen ugye most már azt mondhatjuk, hogy az vagy. Voltak a Magyar Erőmű Szövetség szervezésében kisebb kupák, Balaton kupa, McDonald's kupa, rengeteg, nem tudom felidézni, rengeteg kupa volt, meg az évnek a legrangosabb versenye, amit minden évben egyszer rendeznek meg, ez meg a fekvenyomó magyar bajnokság. Ez van korosztályosban, ifjúsági, junior, felnőtt és masters korosztályban, meg van csak a felnőtt korosztályban. Ugye én nyilván a korosztályosban indultam akkor még, ifiben, juniorban, és ott jeleskedtem. Ha nem is kerültem éppen a dobogó legfelső fokára, mert volt olyan is, de általában dobogón szerepeltem. Hogyan kell elképzelnünk, hány versenyző volt, és mondjuk ebből te hogyan kerültél az élmezőnybe? Hát nézd, országos szinten elég sok versenyző volt. Nyilván mindig volt egy, nem tudom meghatározni a pontos létszámot. Nagyjából. Hát általában ilyen 10-15 fők egy súlycsoporton belül. Nyilván volt egy közép, vagy pedig egy annál rosszabb tehetség, vagy erőszinten rendelkező versenyző, de mindig volt egy élboly, egy 3-4 ember, akik úgy küzdöttek egymással súlycsoportokon belül. Ha jól gondolom, ebbe te is beletartoztál ebbe az élbolyba, hiszen nem véletlenül ülsz most itt nálunk. Töretlenül folytattad a versenyzést, azonban mégis volt egy olyan pont az életedben 2003-ban, amikor a versenyektől visszavonultál. Ez miért történt? Bekerültem a felnőtt korosztályba, és megmondom őszintén, aki ismer, az mindenki tudja rólam, hogy én elhivatottan dopingellenes vagyok, mindig is az voltam, és az is maradok. A felnőtt korosztályban már nem tudtam volna olyan eredményeket akkor elérni, hogy jól szerepeljek, hogy jó helyezést érjek el. Egyszer ez volt az egyik ok, ami úgy akkori 23 éves kis fiatal tehetségemet letörte, a másik pedig az volt, hogy a versenyek szervezetlensége az nagyon visszavett. És akkor úgy döntöttem, hogy nem versenyezem tovább. Ugyanúgy edzettem, ugyanúgy csináltam tovább, de nem versenyeztem. Akkor egy kicsit ugye ez alábbhagyott nálam ez a kedv. 2006-ban azonban már a dopingtesztek is teret nyertek hazánkban, és akkor úgy döntöttél, hogy ismét visszafordulsz a versenyek felé. Igen, felfigyeltem erre, hogy 2006-ban itt az állam és a Magyar Erőmű Szövetség úgymond egy hadjáratot kezdett el folytatni a dopingosok ellen, és én akkor még nem tértem vissza, de 2009-ben visszatértem, akkor már kis csapatommal megalapítottuk a Sebi Gym Sportegyesületet, és mint Sebi Gym Sportegyesület versenyzői megjelentünk, akkor is elkezdtem én is, és a csapattársaim is versenyezni. És aztán válogatott versenyzőként már tovább láthattak téged a versenyeken a rajongók, az érdeklődők, méghozzá olyannyira, hogy a világbajnokságra is eljutottál.
Igen. 2009-ben kezdtem el versenyezni, az első évtől válogatott lettem, 2010-ben kikerültem az Európa-bajnokságra, Pozsonyba. Nem akarok rossz számot mondani, 20-valahányan voltunk versenyzők, ott a 8. helyet sikerült elvinnem. Majd pedig 2010-ben, amire, vagy 2011-ben, amire a legbüszkébb vagyok, ez pedig Ausztriában volt, Söldenben, tavaly májusban, egy évvel ezelőtt gyakorlatilag, ott a 6. helyet vittem el 21-ből, és ez egy világbajnokság volt. Úgyhogy arra vagyok eddig a legbüszkébb. Arról mesélj nekünk egy kicsit, hogy hogyan sikerült mindezeket az eredményeket elérned, milyen felkészülés áll ennek a hátterében, és hogyan tudod egyáltalán ezt az életed mindennapjaid részévé tenni? Hiszen nyilvánvaló, hogy egy ilyen eredmény eléréséhez nem csupán hobbi szinten kell űzni ezt a sportot. Igen, ez valóban így van. Ugye ott van ez a konditermünk is a Szegen, én ott dolgozom, mint testépítő edző, ennek élek, tehát gyakorlatilag az edzéssel nincs gond, hiszen ott vagyok a teremben, ami a munkám, hobbim, hivatásom egyúttal. Nagyon kemény heti négy-öt edzés, attól függ, hogy milyen tréningben vagyok, már közvetlen versenyfelkészülésben vagy alapozási időszakban. Nagyon komolyan oda kell figyelni az étkezésemre. Erről csak annyit kell tudni röviden és tömören, hogy mi erőemelők, fekvőnyomók lehetőség szerint nem diétázunk, hogy mert ha diétázik az ember, szénhidrát megfogást csinál, akkor gyakorlatilag elmegy az erő. Tehát mi nem úgy vagyunk, mint a testépítők, de attól függetlenül nagyon oda kell figyelni a fehérjebevitelre, meg a minőségi táplálkozásra, és aki ebben nincs benne, az nem tudja, hogy itt reggeltől estig az embernek 6-7-8 étkezésen át kell esni, és minőségi táplálékot kell bevinni. Tehát erre is nagyon oda kell figyelni. Igazából 60%-ban az étkezés a meghatározó, én azt gondolom. Az edzés ha fúj, ha esik, ha fáradt vagy, ha nem, csinálni kell, mert különben nincs fejlődés. Véres verejtékkel. Hogyha már itt tartunk az edzésnél, akkor egy picit beszéljünk arról is, hogy mi az a súlymennyiség, amit te mondjuk az első versenyeden emeltél, és hol tartasz a mai napon, és mi az, amit most tervezel megdönteni a saját egyéni csúcsodat? 1997-ben akkor 72 kilós testsúllyal, 17 évesen nyomtam 117,5 kilót. Most pedig 104-105 kiló a testsúlyom, és most 305 kilót nyomtam edzésem, ami edzés, tehát gyakorlatilag a versenykörülmények azért sokkal nehezebbek. 298 kiló volt tavaly a világcsúcs, amit az idén biztos, hogy meg fognak dönteni, mert rohamosan erősödnek az emberek. Ekkor nyomtál te 275-öt, amikor a Így van, hatodik így helyet van. megszerezted a VB-n. Így van, akkor sikerült 275-öt nyomnom. Hát most, ha 300 kilót meg tudnám csinálni a világbajnokságon, nem akarok felelőtlen kijelentéseket tenni, de ha sikerülne, szerintem dobogóra tudnék állni. Ez, ha jól értem, akkor azt jelenti, hogy ugye, ha a 305 megcsinálod, az már jó, de te mégis a 305-re készülsz. Tehát ebben nyilván van valami stratégiai dolog. Hát, aki nem tudja, hogy ez a fekvőnyomó ruha, amit mi használunk, hogy ez hogy működik és hogy használja az ember, annak ez idegen. Tehát, aki nem megy egy konditerembe, egy sima egyszerű pólóba és elkezd edzegetni, az nem tudja azt, hogy milyen, amikor van rajta egy ilyen fekvőnyomó ruha. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy nagyon szoros, passzos, szűk gumiruhát, ami rettentő Lehet, hogy a erős. hölgyek el tudják képzelni, akik még mondjuk a fűzős korszakot átélték Ezen, valamikor. ez ennél sokkal erősebb ez a ruha. És sajnos nemzetközi szinten, meg magyar szinten is elfogadott, hogy ezt használják a versenyzők, ezért mindenki használja. És ebben jóval nagyobbat tudsz teljesíteni, mint fekvőnyomó ruha nélkül. De ezek szerint mégis nehezebb Nagyon nehéz, ebben nagyon nehéz, teljesíteni. mert az ember nem jó helyre ereszti a súlyt, akkor már nem lök akkor át a ruha. És pont itt, amit kérdeztél, hogy 305 kilóval próbálkoztam, miért nem 300-zal, nagyon egyszerű, mert nem jön még le az a súly. Tehát annyira fog ez a ruha, mikor engedi az ember le a súlyt, hogy egyszerűen nem tudom leengedni a mellkasomig, hanem mit tudom én, 2-3 centivel fölötte megáll a súly. Azt meg nem fogadják el versenykörülmények között. Értem, tehát akkor ez az 5 kiló az a differencia, amit mondjuk a ruha miatt Most még, próbálsz de jelenleg. azon vagyunk, hogy betörjük.
Mikor lesz a bajnokság a következő, amire most ugye készülsz ismét, és helyileg hol? Ez Pilsenben lesz Csehországban, május 23-ától 26-ig tart. Itt ez ifjúsági, junior, női, férfi, felnőtt masters, tehát minden korosztály részt vesz. És ugye VB-ről beszélünk Világbajnokságról, természetesen. igen. Én május 25-én fogok nyomni, azt hiszem az egy pénteki nap. Akkor pénteken, május 25-én kell mindenkinek keresztbe rakott ujjakkal szurkolni neked ezek szerint. Igen. Ezen kívül egyébként te is fogsz rendezni egy versenyt az őszi hónapok folyamán. Így van. Amiről még tudni érdemes, hogyha valaki érdeklődik, és most el szeretne kezdeni készülni erre a versenyre. Ez miről fog szólni, és mikor? Hát röviden és tömören annyit kell tudni erről a versenyről, hogy 2006, 2008 és 2010 novemberében már megrendeztem a Shelby Gym kupát első, második, harmadikat. Ez az én rendezésemben, a mi egyesületünk rendezésében történt. Itt bárki részt vehetett, tehát nem kellett, hogy igazolt versenyző legyen. Voltak versenyszabályok, amit be kellett tartani, súlycsoportok, korosztályok, rendesen, mint egy hivatalos igazolt versenyen, azzal a különbséggel, hogy bárki jöhetett. Fellépőket hoztam, testépítő nőt, férfit, fitness modelleket, erős embert, vagy emeljek ki egy nagy nevet, például Nick Kárpád, tehát színvonalassá tettem a rendezvényt. És szórakoztatóvá is egyben. Így van, és a 2012-es évben most azzal a különbség, annyit kell tudni erről a dologról konkrétan, hogy ezt a Magyar Erőmölő Szövetség égisze alatt rendezem, ez a fekvőnyomó országos csapatbajnokság. Tehát nem egy Shelby Gym kupa, csak mi vagyunk a szervezők, hanem ez a szövetség által rendezett. Hát lehet azt mondani, akkor még nívósabb, színvonalasabb rendezvény lesz. Hogyha valaki kedvet kap ehhez a versenyhez, és mondjuk úgy dönt, hogy egy bajnokkal szeretne edzeni, akkor ennek milyen feltételei vannak, illetve hogyan tud felkeresni téged, titeket? Isöszegen vagyunk helyileg a Városi Sportcsarnokban. Meg tudnak találni az interneten, vagy pedig eljön Isöszegre személyesen is megkeres. És akkor gyakorlatilag ott vagyok, mint testépítő edző, és bármilyen óhaja-sóhaja van, akkor nagyon szívesen segítek. Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és rengeteg erőt, energiát és sok sikert kívánok a versenyhez, dobogós helyezéssel. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást. Is.